Szeretettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem példaképen Szancsik Mária. Szia Marika! Szia Lajos! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Már csak azért is, mert elmondom, miért téged választottalak erre az alkalomra. Tudni kell rólad, hogy az egyik legaktívabb és leghatékonyabb olyan fiatal roma értelmiségi vagy, aki itt a megyében tevékenykedik, és hát nagyon szerteágazó az a tevékenységi kör, amit te csinálsz, művelsz. Az előzetesben azért el tudjuk mondani a nézőknek, hogy ugye diplomával rendelkezel, és emellett roma önkormányzati vezető vagy, egyesületet vezetsz, a szociális szféra több ágában tevékenykedtél már, minden mellett pedig hát pályázati projekteket is folyamatosan megvalósítasz, minden mellett segítesz, ahol tudsz az embereken, és jelenleg pedig úgy áldozat segítőként dolgozol a bonyhádi rendőrkapitányságon. Szóval ez így együtt, ez mind te vagy. És én ezért gondoltam rád, mert azt gondolom, hogy és főleg nőként, roma nőként helytállni ezeken a területeken, és ezt így együtt csinálni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, ezért szerettelek volna bemutatni a nézőknek. De mielőtt ezeket boncolgatnánk, azért azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy ezt mind csinálni tud, ez kell egy erős családi háttér. De a jelenlegi családodat, aki támogat ebben, megelőzte egy olyan háttér, egy olyan kör, aki egyáltalán elindított a pályádon. Úgyhogy erről kéne egy kicsit, hogy beszélgessünk először. Én is örülök, hogy itt tehetek. Szépen össze is foglaltad, és tényleg egyben a legfontosabb az, hogy családanya is vagyok, kettő gyermek édesanyja, és van egy társam, aki szintén a Bonyhádi Rendőrkapitányságnál dolgozik, mint járőr. Hát az én életem az úgy kezdődött, hogy hoztam is fotót róla, a papám és a nagymamám és az anyukám kiskorába. Ugye a nagypapám analfabéta volt, tehát azon kívül, hogy a pénzt meg tudta számolni és alá tudta írni a nevét, azon kívül semmi más. Tehát írni nem tudott, olvasni nem tudott, de mégis az élethez nagyon értett. Nagyon sok mindenre megtanított minket, nagyon sok dolgot mutatott nekünk, vezetett minket, és mindig arra emlékszem, amikor azt mondta nekem, hogy lányom, te fiskális leszel. Az ügyvéd, te mindig írni fogsz, mert már egész kiskoromban a mamámmal mentem személyigazolványt készíteni, akkor még a Várköz utcába kellett menni, a Várköz 4-be, és ott senki nem tudta kitölteni a mamámnak a papírt, csak én. Tehát a családból úgymond én jutottam el odáig, hogy diplomát szerezzek, és nagyon rögös út vezetett idáig, hiszen felnőttem egy úgymond roma családban, hiszen anyukám roma származású, apukám nem tudjuk, hogy milyen származás, ez a Szancsik név, ez egy ilyen szerbes név, és hát apukám nagyszülei nagyon korán elhaláloztak, és anyukám családjával éltünk. 9 évig egy háztartásban is éltünk, nagyon sok mindent a roma kultúrából magamba szívtam ez idő alatt, aztán 9 évesen tudtunk elköltözni, akkor még szociális bérlakások, egy 3 szobás lakást kaptak a szüleim, 3 vagyunk testvérek, 2 fiú testvérem van, 2 öcsém, és amikor ebbe a lakásba beköltöztünk, akkor az 5-ös iskolába, akkor nyitott az 5-ös iskola Szekszárdon, oda jártam általános iskolába, oda járt a nagylányom is, nagyon szerettem azt az iskolát. Aztán onnan a kereskedelmi szakközépbe kerültem. Hát az 5-ös iskolában végig jól tanuló voltam, hát a lányomat is így kezelték, hogy tudták, hogy ki az édesanyja, és mindig mondták is neki, hogy olyan vagy, mint anyukád. Egyébként itt van, hoztam is róla is fotót, most így cigány ruhában látható, mert ugye majd későbbiekben kitérünk rá, hogy egy cigány társcsoportot alapítottunk Zombán, most már 2006, tehát már 8 éve, és ő veszi át tőlem a stafétabotot, tehát ő tanítja a lányokat. A kereskedelmi szakközép után, ugye ott leérettségiztem, akkor úgy volt, hogy 4 év alatt ugye megvolt a szakma és az érettségi, és akkor sokáig a kereskedelembe dolgoztam,
Édesanyám vállalkozó volt ez idő alatt. Ugye jött a rendszerváltás, amikor anyukám munkanélküli lett, és hát belesodródott egy ilyen, majdnem úgy mondom, hogy kényszervállalkozásba. De a kényszervállalkozás több mint 17 évig tartott. Ez virágboltok voltak, kettő virágboltot üzemeltettünk édesanyámmal. Tehát úgymond nagyon sokáig a nyílt munkaerőpiacon nem tevékenykedtem, mert mindjárt anyukám vállalkozásába kerültem be, megteremtettük magunknak a munkahelyet, így mondom neked. És hoztam is egy fotót arról is, az első virágkosaram, nem volt semmilyen virágkötő végzettségem, anyukámnak volt, és ő tanított meg engem virágot kötni, és olyannyira sikeres lett ez a vállalkozás, hogy 17 évig csináltuk anyuval. Ez idő alatt, mikor a virágboltban dolgoztam, hát volt időm azért, a virágboltról azt kell tudni, hogy ugye mikor vannak a nagy ünnepek, akkor nagyon nagy forgalom van, egyébként pedig hát egy kicsit pangás, és akkor ott elkezdtem gondolkodni, hogy hát talán jó lenne valamit még tanulni, és ráéreztem arra, hogy érzékeny vagyok a hátrányosabb helyzetű emberek iránt, beszélgettem nagyon sok idős emberrel, szegény emberrel, és akkor jött az ötlet 2000-ben, hogy, és 1999-ben jelentkeztem először a főiskolára levelező tagozaton, de ugye közben már 95-ben megszületett a nagylányom, tehát munka mellett, gyerek mellett végeztem el a főiskolát levelezőn. Az első évben nem kerültem be államilag finanszírozott képzésbe. Az nekem nagyon fontos volt, hogy államilag finanszírozottba kerüljek, hiszen pénzem nem volt, hogy én ezt finanszírozzam a fél éveket, és így második felvételével sikerült. Ugye még nem dolgoztam a szociális szférába, ezért volt egy kicsit talán nehezebb nekem oda bekerülni. 2000-től 2004-ig levelező tagozaton. Ugye 2003-ban már, a főiskolás évek alatt volt egy nagyon kedves osztálytársam, Gulyás Ilona, Anica, akitől nagyon sokat tanultam. És akkor én az önkormányzatnál dolgoztam Szekszárdon, mint ilyen kisegítő. Tehát ilyen kis irodai iktatás, postakönyv, stb. És akkor jött a Balog Laci és a Sárközi Karcsi, hoztam is a Laciról neked egy fotót, mondjuk nem kell neked bemutassam, de az a munkakapcsolat már azóta is tart. Jött a Balog Laci és a Sárközi Karcsi és az Anica, hogy szeretnék-e romákkal, romákért dolgozni. Hát ez volt minden vágyam. Tehát amikor már a papám azt mondta, hogy fiskális leszel, és írni fogsz, és majd segíts, és legyél olyan, mint egy ügyvéd, mert ugye nagyjából ez azt jelenti. Legyél a cigányoknak a segítője, az ügyvédje. Akkor mondtam nekik, hogy igen, igen, szeretnék, és akkor a Laci bemutatkozott, hogy ő egy bátai roma gyerek, ugye a Karcs is bemutatkozott, és hogy indulni fog a Bátaszéki Roma Centrumban egy állás, az Országos Roma Önkormányzat fogja indítani. Itt megállunk egy picit, mert ez egy nagyon fontos fordulópontja volt az életednek. Tehát van egy olyan családi környezet, ahol azért aluliskolázott emberek vannak, egy vegyes kultúrájú környezet, ahol nagyon komoly bizalmat előlegeznek meg neked a tekintetben, hogy te leszel ebben a családban talán az, aki az értelmiségi vonalat, és egy részben pedig a roma érdekképviseleti vonalat vinni fogja. Ezt megelőlegezték neked, főleg azzal a mondattal, amit ugye, amit az előbb is említettél. És a tekintetben ugyanúgy haladsz, mint minden más ember, iskoláidat kiárod, és aztán bekerülsz a vállalkozói világba. Eddig ez igazából nem sokban különbözik azoktól a dolgoktól, mint amit sok más ember is végigjár. Viszont valóban mind a megyei roma közélet tekintetében, mind pedig akkor ezek alapján a te egyéni életedben is, az egy fontos fordulópont, hogy Bátaszéken egy roma centrum létrejön. Egy olyan központ, egy olyan segítő intézmény, egy olyan segítő jogi személy, amely leginkább romák által kitalált pályázati projektek menedzselésére épül, hogyha jól emlékszem. És tulajdonképpen a te közéleti tevékenységed az itt indult el
azoknak az embereknek a segítségével, akit így az előbb ugye bemutattál, Sárközi Károly, Balogh László, aztán később jött ugye a későbbi főnököt, Bihari László, aki már volt itt vendégünk. Tehát tulajdonképpen itt azért állítottalak meg, mert tulajdonképpen valóban én magam is emlékszem, hogy a roma közéletet egy kicsit szervezte is ez a jogi személy, ez az intézmény. Akkor kezdtek el a romák pályázatokat írni, pályázatokat készíteni, a roma önkormányzati rendszer, a civil rendszer, az érdekképviseleti rendszer már ugye kezdte nyitogatni a szárnyait, és akkor itt elindult valami. Akkor innen folytassuk ezt a beszélgetést, hogy aztán hogyan jött a te karrieredben az, hogy akkor a Bátaszéki Roma Centrum, aztán akkor te magad is roma vezető, mind civil tekintetben, mind önkormányzati tekintetben, és hát akkor jöttek a státuszaid még. Igen, igen. Tehát Bihari Lászlót is meg kell említeni, aki tényleg egyengedte még pluszban az utamat. Itt a Bátaszéki Roma Centrumban, amikor bekerültem, hát először csak adminisztrátorként, akkor még tényleg ilyen, hát ő is így mondta, Russo papa, hogy zöldfülüként, tehát még akkor igazából nem voltam bent ebben se a civil szférába, se az önkormányzati szférába, hogy hogyan működik. Ezt kellett először megtanulni, és mint tettem, Anica még nagyon sokat segített ebbe, és minden roma vezető, aki odajött és segítséget kért, és saját magamat úgymond kiképeztem arra, hogy amikor elolvastam egy pályázati felhívást, akkor megéreztem annak, hogy annak az ízét, hogy mit szeretne a kiíró, megbeszéltük, hogy ez jó-e arra a programra, amit szeretnének, és nagyon-nagyon sok pályázatot elkészítettünk, nyertes pályázatot annak. Mind nyilván a centrumot működtető szervezetnek, illetve beszélni kell arról is, hogy a megyében működő szinte összes kisebbségi önkormányzat, civil szervezet hozzátok járt pályázati információért. Ugye volt akkor a társulás, a cigány önkormányzatok társulása, és nagyon sok cigány önkormányzat lépett akkor ebbe be. Ugye az volt az első feladatunk, hogy akkor felhívni őket, és meginvitálni őket, hogy akkor lépjenek be, és itt a segítség, és nagyon sok önkormányzat igénybe is vette, tehát ez nagyon jól működött. Ez nagyon jól működött, és akkor elmentünk az Országos Roma Önkormányzat keretében egy tanfolyamra, Pécsre jártunk, hát ilyen hetelős tanfolyam volt, kistérségi foglalkoztatási menedzser végzettséget szereztem, még az állam, tehát közben ment a főiskola, és közben még államvizsgáztam, és közben még erre a tanfolyamra is jártam, úgyhogy az is egy nagyon kemény időszak volt, és tényleg kitanultunk minden csínyát, bínyát, nem csak a pályázatírásnak, hanem magának az önkormányzatiságnak, a civil szervezeteknek, és ugye ott találkoztam akkor elsőként civil szervezetekkel, a Lacijéval, ugye volt neki a Együttjövőért Egyesülete. Ez a Bátai Egyesület, igen, és akkor hát megnéztem Zombát, ugye Zombáról jártam én le Bátaszékre akkor dolgozni, hát közben ugye alakult a családi életem, 99-ben vásároltunk egy családi házat Zombán, a Széchenyi utcába, és akkor eljegyzett engem akkor a párom 99-ben, és azóta is ott élünk ebben a házban, nagyon sokat szépítettünk, újítgattunk rajta. És ugye bekerülve ebbe a körbe, megnéztem otthon Zombán, hogy akkor a romáknak milyen problémái vannak, és jöttek. Hát olyan problémák felmerültek, hogy például 3 éve ellátatlanok voltak emberek, nem volt hajlék a fejük fölött, voltak hajléktalanok, tehát nagyon sok probléma adódott nem csak a roma lakosság körében, hanem a hátrányos helyzetű lakosság körében is. Tehát a főiskolai tanulmányaid alatt, illetve a bátaszéki tapasztalataid mentén, igen, tulajdonképpen megérett benned a gondolat, hogy akkor lokálisan is akár azonban, igen, mit tudsz ebből kamatoztatni? Igen, meg mit tudok ott akkor helyileg segíteni az embereknek. Tehát ugye elindult ez a vonal, hogy segítem a cigány önkormányzatokat, a civil szervezeteket, de akkor helyileg is az embereket. És akkor kitaláltuk, hogy 2004-ben roma és nem roma emberek, tehát az egyesület tagjai vegyesek, hogy legyen egy civil szervezet, aki az ő érdekeiket képviseli,
legyen egy olyan szervezet, aki programokat szervez, legyen egy olyan szervezet, ami a 40 év kimaradás, tehát úgy mondom neked, hogy a cigány kultúra őrzéséből kimaradás, és maga az, hogy a cigányság életéből a kimaradás, mert akkor még, mikor ilyen tanácsi rendszer volt, akkor azt mondták Zombán is, meg mindenhol, hogy nincsenek romák. Tehát a népszámláláskor ehhez képest most 78-an vallották magukat romának, és most folyamatban van a regisztráció, ugye a választásokra. 2004-ben megalapítottuk 14 taggal az Egyesületet, azóta él az Egyesület, 10 éves volt idén. A 10. nyári táborunkat szerveztük meg, és 2006-os választásokkor erősítve a szervezetet indultunk a kisebbségi önkormányzati választásokon, ugye akkor még kisebbségi önkormányzat volt a neve, és ott első körbe ugye bekerültünk 2006-ba, aztán ez 2010. Tudom, lehet mondani, hogy tulajdonképpen Zombán a ti vagy a te nevedhez kötődik a roma érdekképviseletnek a fellendítése, megszülése egyáltalán. Az, hogy ezt a civil szervezetet vegyesen csináltátok meg, romák, nem romák, ez jelenti azt is akár, hogy mondjuk e tekintetben Zombán romák és nem romák között azért a békés együttélés megvan. A békés együttélés megvan, és amikor én beszélek a zombai romákról, akkor csak azt tudom mondani, hogy nekünk jó cigányaink vannak. Tehát nekünk jó cigányaink vannak, nincsen velük, tehát maga a magánéletükkel, amit ők művelnek, nincsen semmi gond. Ugye problémájuk megvan, de annak ellenére nem mennek lopni, nem bűnöznek, tehát a bűnözöttség... Tulajdonképpen már akkor nincsenek ilyen jellegű problémák. Nincsenek ilyen jellegű problémák. De akkor ez egy kicsit meg is könnyíti talán a... E tekintetben legalábbis a ti munkátokat. Így van, így van. És akkor ugye 2006-ban az első választás, akkor ugye bekerültünk a roma önkormányzatba, én jó magam elnök lettem. 2010-ben már voltak ellenfeleink, egy egészséges verseny alakult ki, akkor azt a választást is megnyertük, és akkor ugye most itt a 2014-es. Visszatérve az Egyesületre, nagyon sok mindent csinálunk. Most éppen az alapszabálymódosítás van folyamatban. A legbüszkébb vagyok a társcsoportra. Tehát a civil szervezet szülte meg úgymond ezek szerint a társcsoportot, vagy a cigány önkormányzattal kooperálva? Kooperálva. Minden Zombán a cigány önkormányzat és az Egyesület együtt csinál. Minden programot szinte együtt szervezünk. Ez a kis társcsoportunk. És ez hagyományozó társcsoport. Hagyományozó társcsoport, igen. És arra vagyok a legbüszkébb, 2013-ban ezzel a kis csapattal, igen, Balatonberényben ezüst minősítést értünk el. Ezt nem sok társcsoport mondhatja el magáról. Hát ez egy művészeti verseny volt, ahol ugye bronz, arany és ezüst, bronz, ezüst és arany minősítés lehet. Elérhető, igen, és mi ezüstöt értünk el. Úgyhogy ez egy egyhetes nyári tábor után, a vasárnapi napon voltunk itt, és a gyerekek már elég fáradtak is voltak. A táncművészeti főiskola adjunktusai, tanárai voltak a zsűri tagjai, úgyhogy meg voltak velünk elégedve. És nagyon alakban milyen projektekről tudnál beszámolni, amit mondjuk vagy a cigány önkormányzat, vagy az Egyesület hajtott végre Zombán, és amire mondjuk esetleg a legesleg büszkébb vagy, mert ugye mindent, amit csináltok, mégsem elég azért nyilván a 25 perc arra, hogy erről beszéljünk, de főbb vonalakban melyekről tudnál beszámolni? Ami a legesleg fontosabb, az az Európai Uniós projektünk volt, a Lépjünk Együtt a Munka Világába. Ez 2010. januártól 2011-ig tartott, és ebben 42 roma embert vontunk be, képzés, foglalkoztatás és tréningek voltak Tamásiba és Kisfejkében. És munkaerőpiacra visszajuttatni úgy, embereket. Pontosan. Erre vagyunk a legbüszkébbek. Ugye ez mellett mennek a kis projektjeink. Van egy ilyen összefogással eljuthatnak a csillagokig. Azt tudni kell, hogy Zombának a testvértelepülése Orosháza. Nagyon sokszor megyünk oda is fellépni. És egy ilyen projekt keretében, a Nemzeti Tehetségprogram keretében tudtunk Orosházára ellátogatni. Erről készült egy kiadvány. Ezt hoztam neked. És ugye most visszafele megyünk szinte az időbe, visszafele ugye beszéltünk arról, hogy mennyit foglalkoztunk a megyében a roma önkormányzatokkal. Volt egy nagy összefogás, a Dél-Dunántúli Roma Információs Háló, ez egy találkozó volt Faddon a Volentöbölbe. Ez megkoronázta úgymond azt az időszakot, amikor
volt arra időm tényleg, hogy sok roma önkormányzattal és civil szervezettel összefogva tudjunk megvalósítani nagy dolgokat. Le is adtuk az ötleteinket, az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy területén, akkori minisztériumban Farkas Flórián úrnak. Aztán reméljük, hogy... információs kiadványt is szerveztetek. Így van, így van. Egy völgységi hírlevél volt, és ez lett annak a koronája, úgy mondom neked, ez egy találkozó volt, ahol ez az összeset egybe gyúrtuk, és egy nagy 32 oldalas kiadványban leraktuk a javaslatainkat. És ezeken kívül ugye helyben a szociális területen is mozgolódtál, illetve mozgolódtatok. Igen. Erről amennyit esetleg lehet, amennyi belefér, hogy lokálisan, szociális tekintetben mit tudtatok, vagy mit szándékoztatok elérni? Igen, 2006-tól egészen 2012-ig a házi segítségnyújtást végeztünk a településen. Uh-huh. Ez egy nagyon nagy, hatalmas feladat volt. Én annak voltam a szolgáltatás vezetője egészen 2012. Uh-huh. december 1-ig, amíg be nem kerültem a Tolna megyei kormányhivatal uh-huh. támopos programjába, és ez mellett 2008-tól szintén 2012-ig egy menedékháznak nevezett hajléktalan szállót is üzemeltetett az Egyesület, amit szintén le kellett adnunk, hiszen akkor elköteleződtem a mostani munkahelyemre, amit nagyon szeretek csinálni, és muszáj volt egy pár dolgot leadni. Muszáj volt választani. Muszáj volt. Igen, hát több lovat megülni. Kivéve, ha nem plónoztatod magad. Igen. Több lovat megülni egyszerűen nagyon nehéz. És mellette ugye családanyának lenni, háztartást vezetni. És beszéljünk egy picit arról is, hogy zomba a tekintetben is speciális, hogy azért olyan napokat, tolerancia napokat, programokat szoktatok szervezni, ami tényleg kulturális tekintetben teljesen széles körű, tehát romák, nem romák, svábok és különböző nemzetiségű emberek békében tudnak, úgy tudom, tapasztalatok és az elmondások alapján is, hogy együtt esznek, isznak, mulatoznak, szórakoznak, és hát ugye egymás műsorait, fellépéseit meg lehet tekinteni. Így van, így van. Hát most volt nekünk a 7. tolerancia napunk. Itt mindig a többi kisebbséggel vagy nemzetiséggel együtt, ugye most már nemzetiséggel együtt ünnepelünk, és ezek nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni. Ez mellett, a kulturális rendezvények mellett egészségnapokat is szoktunk szervezni az ANDS-szel közösen. Most ezt úgy összegyúrtuk, hogy gyereknap, egészségnap, tolerancianap egybe van, hogy a szervezési munkálatok miatt most már 2 éve és még többen vannak. Tehát egyben szűrünk is, ingyenes egészségügyi szűrések, a gyerekeknek foglalkozások, és a maga a kultúra bemutatás, ezt nagyon fontosnak tartom. Jelenlegi munkádról a vége előtt egy picit még beszéljünk. Most éppen mit csinálsz, mit tevékenykedsz, amellett, hogy ez a közéleti szereped, ez megmaradt, jelenleg mit dolgozol? Igen, megmaradt ez a közéleti szerep egy kicsit lekicsinyítve. Most áldozatsegítő és bűnmegelőzési munkatársként dolgozom, roma összekötőként a Bonyhádi rendőrkapitányságon. Nagyon szeretem a munkámat. Nagyon sok pozitív tapasztalatom van a rendőrségről, a rendőrökről, ami előtte egy kicsit más volt. Nagyon jól kijövünk a kolléganőmmel, nagyon szeretjük ezt a munkát mindketten. Szeretnénk, hogyha lenne ennek folytatása, hiszen az embereknek nagyon nagy szüksége van erre. Az idősek nap mint nap jönnek be, és köszönik a jelzőkészülékeket, köszönik a segítséget, köszönik, hogy gravírozunk. Most is megyek 23-án Izménybe a falunapra. Kerékpárokat gravírozunk, ugye rendőrségi nyilvántartásba vétel. Nagyon széles körű ez a munka is. Sértettek, milyen esetekkel kerestem meg benneteket leggyakrabban? Melyek a tipikus esetek, amivel a sértettek hozzátok fordulnak? Igen, a Bonyhádi rendőrkapitányságon inkább kisebb ügyek vannak, tehát vannak lopások is, vannak betörések is, de ez kisebb számba. Rágalmazás, becsületsértés, nagyon sok tartásdíj kötelezettség elmulasztása van, nagyon sokan jönnek, főleg hölgyek, ugye, hogy az apukák nem teljesítik a kötelezettségeiket, tehát inkább ilyen kisebb ügyekkel keresnek meg minket, de mindenkinek a teljes, széleskörű palettát, tájékoztatást megadjuk. Még mielőtt elköszönnénk a nézőktől. Nagyon multifunkcionális közéleti szereplő vagy. Ennyi tapasztalattal, annak ellenére, hogy fiatal vagy.
milyen üzenetet tudsz nekünk itt hagyni, amiből mi magunk is tudunk építkezni? Hát ami nekem nagyon fontos romaként, hogy és zombai példa, hogy semmiféleképpen nem szabad az identitásunkat megtagadni. Tehát, hogy cigány vagy, ne tagadd, vállald bátran, hogy ki vagy. Így lesz csak büszkes önmagad. Ez az egyesületnek a szlogenje is. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan megtagadják az identitásukat, és holott a külső, ha én azt mondanám, hogy én nem vagyok cigány, azt el is hinnék nekem, nagyon soknak a külső jegyei alapján. És főleg úgy, hogy nyilván te csak egy, ahogy mondtad is, egy részben vagy roma, mert hát ugye van magyar és szerb vonalakat is hordozol. És a másik pedig az, hogyha így kitanultam, tehát így eljutottam, akkor nem hagyom a saját roma embertársaimat, hanem húzom magammal őket, ez nagyon fontos. Tehát, hogy tudják zombán is, akik élnek, romák és hátrányos helyzetű emberek, hogy ami segítséget meg tudunk adni, mindent megadunk. Most az iskolakezdést támogatjuk a gyerekeknek. Tehát, hogy ha én, nekem sikerült feljebb jutnom, akkor húzom magammal, és elsősorban a gyerekeket. Tehát én azt látom, hogy a gyerekekben van az az erő, az a kincs, amit ki tudok hozni a felszínre. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kérem, tartsanak velem legközelebb is a Példaképekben, itt a Tolnatáj Televízión.